Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal az elméleti testnevelés órával szeretném kezdeni, ami úgy tűnik, hogy megindul hamarosan Magyarországon is. Persze annyit azért hozzátennék előjáróban, hogy nem arról van szó, hogy elméletben fognak különböző fizikális vagy sportgyakorlatokat végezni, hanem elméleti oktatás, történelem, ami a sporthoz kapcsolódik. Én úgy gondolom, hogy ez fontos, és aztán át fogunk térni arra, hogy milyen átalakuláson mentek keresztül a férfiak az elmúlt néhány évtizedben. Mielőtt rátérnénk erre, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobába, illetve Yahoo! útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon. És ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Feltetné a kérdést magában mindenki, hogy vajon mi is az oka annak, hogy a férfiak ilyen drasztikus változáson estek át az elmúlt évtizedekben. Arra gondolok, hogy nem lehet elkerülni azt. Hogy sokkal femininebb ma egy férfi, mint amilyen volt, akár csak 10-20 évvel ezelőtt is. A magyarázat nem olyan egyszerű, illetve nem egy faktorból áll, hogy mi is az oka annak, hogy az ellenség, illetve a világot uraló és irányító elit előidézi ezt a változást. Az egyik legfontosabb, azt hiszem, mint minden esetben az, hogy a természetes rendet a feje állítsa az ellenség, hiszen ez az ő módszere, és egyben ez is az ő célja. Mindaz, ami természetellenes, ami ellenkezik az atya akaratával, az az ő akarata, ő azt szeretné látni a világban. Nem feltétlen azért, mert ő örömét leli ebben, hanem csak azért, hogy lázadjon és ne úgy legyen semmi, ahogyan az atya azt elképzelte. Nyilván utálja az embereket, ez a másik, hogy kárt okozzon nekünk. De van egy gyakorlati jelentősége is annak, hogy a férfiak egyre femininebbek, vagy nőiesebbek. Az pedig az, hogy a társadalomnak az erejét a férfiak adják. Hogyha megnézzük a történeteket a Bibliában, akkor láthatjuk azt, hogy az első dolga egy győztes hadseregnek az volt, hogy kiírtsa a férfiakat abból a társadalomból, amelyet meghódított, vagy valamilyen úton, módon szolgaságba kényszerítse őket ezáltal lezárván a lehetőséget előttük, hogy fellázadjanak, hogy magukra találjanak és ellenségekké váljanak. A tudomány segítségével az elmúlt évszázadokban, különösen az elmúlt fél évszázadban úgy hiszem, hogy az ellenség és a világot uraló és irányító elit feltérképezte azt, hogy hogyan működik az emberi psziché, vagy az emberi lélek. És most már nem szükséges az, hogy fizikálisan direktbe elnyomjanak minket, elő tudják ezt idézni, amit szeretnének különböző egyéb alternatív módszerekkel, amelyek nem annyira egyértelműek. Sőt, vannak olyanok is, amelyeket kifejezetten a háttérből lehet sugalmazni az embernek. Minél gyengébb tehát a társadalomban a férfi, annál egyszerűbb azt a társadalmat irányítani, illetve elnyomásban tartani. Ezt a célt szolgálja mellesleg a családnak a felbontása is. Most beszélünk arról, hogy a nukleáris család milyen fontos a társadalomban, miközben száz évvel ezelőtt nem nukleáris család volt, hanem nagy családok éltek együtt, több generáció, olykor három-négy generáció is, akár egy fedél alatt, egy ingatlanban, de egymáshoz közel, egy utcában, egy faluban, szinte mindenki ismerte a másikat. Emlékszem, hogy erről már esett szó, de szeretném, hogyha értené mindenki, és aztán tovább tudja adni ezt az információt. Azzal, hogy nincsen már család, hogy nincsen gyerek azzal nincs meg az a kötődés az emberek között, hogy ez úgy érzik, hogy harcolnának egymásért, hiszen csak maguk vannak. Amint mondtam, ez egy szándékos folyamat az elit részéről. Mindenhonnan bombáznak minket ezzel a degenerált viselkedéssel, és az egész társadalomnak szépen lassan vége lesz azért, mert elhagytuk a teremtő által felállított rendet. Hogyha ez, amit most látunk a videóban, ez divat ma a férfiak körében, akkor egyértelmű kell, hogy legyen mindenki számára, hogy az idők vége elérkezett. Ez nem csak nem praktikus az egész, hanem abszurd. társadalmi sztereotípiák lassan ledőlnek, és bebizonyosodik, hogy a magas cipők nem csak nőknek valók. A társadalmi sztereotípiák azok pontosan azok a korlátok, amikről beszéltem, hogy meg kellene határoznunk a felnövekvő gyereknek, hogy fel kell építenünk a felnövekvő ember körül ezeket a korlátokat. Ezek társadalmi sztereotípiák más szóval. Mi az, ami elfogadható a társadalomban, és mi az, ami nem? Annak érdekében, hogy a legjobb működést tudja biztosítani az emberek közösségének. Nem feltétlen azt jelenti, hogy az élet a legkényelmesebb. Azt kellene, hogy eredményezze, hogy az a társadalom hatékonyan működik és hosszú távon képes fennmaradni. Az már egy óriási eredmény lenne. Jelenlegi társadalmunk nem tudja ezt felhozni mentségére, ugyanis ez a társadalom nem tud fennmaradni hosszú távon hogyha a nők férfiasak lesznek, a férfiak nőiesek, és mindazok a változások, amiket látunk, eljutnak a végkifejletig, ez a társadalom összefoglalomulni azért, mert nem lesz elég gyerek a társadalomban. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!